az itteni vízelvezetési problémákat kellett legelőször is megoldjuk, és miután letisztázódott, hogy az épületen felgyűlendő vizet hogyan és miként kívánjuk elvezetni, utána egy teljes alálapozást kellett végeznünk, ami azt jelentette, hogy itt 2 méter mélyre le kellett ásunk, egy teljes vasbeton gerendát kapott az épület, és ezáltal megszűntek a korábban épületen található igen nagy repedések, melyek ott a korábbi boltövet is teljesen tönkretették, hogy új átiratokra kellett kicseréljük őket, és ezután tudtuk megoldani, hogy a nyilvánzárók ki legyenek benne cserélve. Ez a probléma teljes egészében ezáltal megoldódott. Gipszpogácsákkal le is teszteltük, hogy süllyed-e tovább az épület, nem süllyed tovább, úgyhogy ez ott a probléma igazából ezzel a megoldással, amit a tervező javasolt, a 100%-os mértékben kijavításra került. A tolnamozsi civilház ezzel visszanyerte stabilitását. A helyi védettség alatt álló épület külsejében és belsejében is teljes egészében megújulhat. Hát ez többféle szempontból is fontos beruházás. Nyilván fontos az, hogy egy épület, egy ingatlan, ami az önkormányzat tulajdonában van, ez megújul. És az is nagyon fontos, hogy olyan épület újul meg, amit a civilek használnak. Tehát gyakorlatilag azt azért tudni kell, hogy ez 2006 körül fel lett némileg újítva ez az épület, de hát mondjuk úgy, hogy nem sikerült maradéktalanul. Ennek több oka is van, és nyilván a legfontosabb ok az az anyagi ok. Tehát én azt feltételezem, hogy előtte se volt igazán a rendelkezésre álló az a forrás, ami egy teljes épületfelújítást akart volna. Ez ideig, óráig jó volt, de már régóta tudtuk, hogy ehhez az épülethez is hozzá kell nyúlni, ugyanúgy, mint egy csomó önkormányzati tulajdonú ingatlanhoz. És ebben az úgynevezett összefogás Tolnáért nevű topos pályázatban lehetőségünk nyílt arra, hogy olyan közösségi tereket hozzunk létre, amiket a civilek használnak. És ennek egy nagyon fontos része a 2 civilház felújítása. Most éppen a Mözsi civilház előtt állunk, ez egy nagy épület, egyébként, és én azt gondolom, hogy mind a mellett, hogy nagyon fontos az is, hogy Mözstelepülés részen is történjenek felújítások, beruházások, hiszen a mözsi emberek is ugyanolyan fontosak, mint a település más részén élők, tehát én azt gondolom, hogy nekik is jár, hogy legyen gyönyörű szép civilházuk, és most lesz gyönyörű szép civilházuk. A pénzügyi forrást az összefogás Tolnáért helyi akciócsoport által nyert pályázat biztosítja. A pályázatban a Mősi civilház felújítására 55,5 millió forint szerepel. A beruházás megindulása előtt majd egy esztendővel már felmérték az épületet, és megkezdődhetett a tervezői munka. Hál' Istennek kompletten tudunk volt arra, hogy nagyjából itt mi vár ránk, és már egy évvel ezelőtt megkezdtük a felkészüléseket. Ennél az épületnél voltak egyrésztről statikai, másrésztről pedig külső homlokzat, illetőleg úgymond belső állalmegóvási problémák. Statikailag az épület egyik sarka megrogyott, melyet speciális alálapozással kellett kijavítsunk, miután ezeket az alálapozási munkákat a elkészült statikai tervek szerint végrehajtottuk, utána kezdtük el a meglévő külső, illetőleg belső vakolatokat leverni az épületről. Ezzel után, amiket találtunk, kijavítottuk, továbbá teljes épület alászigetelésre került, ami azt jelenti, hogy a vízszigetelési problémákat, ami elég jelentős volt ezen épületen, azt mindent körbe, teljes egészében megoldottunk, és miután ezeket megoldottuk, hagytuk kiszáradni az épületet, hogy a rendkívül vizes falakból a nagy mennyiségű pára távozni tudjon, és ezután kezdtük el újjáépíteni a teljes épületet, mind szerkezetileg, mind pedig felületileg. Jelenleg ott tartunk, ugye, hogy már festők dolgoznak bent, glettelési munkálatokat végzünk, festőinknek itt szüksége van jelentős épületszobrászati munka tudományára is. A külső homlokzatot teljes egészében, mivel védett épületről van szó, helyre kell állítsuk. Ezekhez speciális anyagokat kell használjunk, meg kell tartsuk az épület mi voltát, mind kinézetben, mind formában. Azon kívül, hogy nyilván a meglévő funkciókat visszakapja, tehát a német szoba vissza fog kerülni, az a bizonyos Varga András féle hagyaték, ez az úr írta
Mösköség történetét, és ő ránk hagyományozott egy elég jelentős könyvgyűjteményt, ez is itt kerül majd elhelyezésre, és nyilván azt a civil funkciót is betölti, civil egyesületek itt tudnak programokat szervezni, és itt találnak otthont maguknak, én azt gondolom. A megnyert pályázat egy másik eleme, egy nagyobb projekt, amelyben a Tolnai civilház felújítása szerepel. Mikorábban a Martinek ház volt, most oda költöznek a civilek is, és kettő játszótér kerül megépítésre, egy a Mözsi dobótéren, egy pedig a vásártéren. Mindkét területen volt korábban játszótéri funkció, de igazán modern, szép játszótér sose volt, tehát a játszóeszközök elavultak, és nagyon fontosnak tartottuk, hogy a Dunapart mellett legyen azért a városban máshol is ilyen játszótér, és ezért úgy döntöttünk, hogy Tolnaváros önkormányzata a Martinek ház kialakítására és a két játszótér megépítésére fog pályázni. Felvételeink tanúsága szerint a Mözsi dobótéri játszótér már csak az átadásra vár, amire a polgármester asszony ígérete szerint rövidesen sor is kerül majd.